Én mindig azon a szándékos szoktam lenni közétek, amikor több érezünk, és ugye szentelt vízön megnyitjuk benneteket, hanem is mondjuk ki, hogy megálltuk ezeket, de most kifejezetten is megtenjük ezeket a könyveiteket, a rózsafűzért, a nyakláncot, ugye, tessék, a kegytárgyakat, tehát ugye az, amik ugye rendelkeztek és nincs megállva, tehát akkor van az igazán kegyelmi kisugárzása, hogy meg van állva. Mindenható Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy kegytárgyakkal ajándékoztál meg bennünket. Arra kérünk téged, mint azokat a kegytárgyakat, amelyekkel megajándékoztak, vagy vásároltunk, akár vagy a könyvek, bűnök, vagy bármi más. Kérünk, áld meg ezeket, szenteld meg ezeket, add, hogy akik hittel és bizalommal használják, minden kegyelemmel részesülnek, amelyre szükségünk van, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tudjátok, lemértük a távolságot újra, nem volt könnyű, mert az én állapotom miatt kicsit nehéz volt. A távolság nagyfogótól látszik annyi, mint vásztól nagyfogó. Ugyanaz, egy milliméterrel sem ugye hosszabb, vagy bővebb. Úgyhogy szeretettel hívunk benneteket. Most minden szentek ünnepén fog kezdődni az ünnep, de hát mi is úgy teszünk, hogy az Atya, hogy összegyűjtsük a neveket, és hogy együtt imádkozzunk az összes hozzátartozóitokért, bőségükért. Én azt mondom, hogy előtt el lehet menni a temetőbe, utána is el lehet menni a temetőbe, de együtt, ha imádkozunk, és azt nem is itt ajánlunk el, ez a legtöbb. És az alátok helyre megyünk, ugye ez a legtöbb. Amit ajánlunk szeretettel a Budikunkba, gyönyörű házi áldást ugye kaptunk Székelyföldről. Kérték, igen, az égek, hogy tegyük a falba. Igen, hát ismeritek ugye a házi áldást, és ugye arra kérték, hogy ne csak ugye nézegessük és olvassuk, hanem ugye tegyük magunkével ennek a mondani valóját. Hosszunk gyógyított kenőcsöt, mi is használjuk mindig, és úgy érezzük, hogy előlegez bennünket a gyógyító olaj. Nem tudom, ki volt közületek, kigyorsodunk. Mi is voltunk, és ugye kaptunk újra ilyen olajat, és ugye mindig belegyűjtjük meg érte, hogy lehet ugye sokszorosítani a nagyfalusi vizet. Hoztunk nagyfalusi megáldott vizet is, amit a gyógyvizet, amit a végek úgy áldottak meg. Tehát ugye ezt is lehet. Dénit, szédit, ugye gyógyító keresztet, szabadító imát, amit együtt végeztünk el. Igen, tehát hangkazetta is van, a könyveink, rózsafűzének, tehát ezeket ugye ajánljuk szeretettel, és én csak egyet mondok, hogyha nem tudtam volna eljönni, akkor úgy fájt volna a szívem, a lelkem, hogy fordítottam volna. Hát örültem, hogy az Úr mégiscsak megadta ezt a kegyelmet, amit könyörökbe kértünk, tértanába kértünk, hogy engedje meg, hogy legalább ezekre a nagy ünnepekre eljöjjünk. Különben az én napi programom az, hogy a szobában vagyok, fürdőszobában vagyok, akkor rendbe teszem magamat most, ugye negyed fél óránként ugye megy rajta át ugye minden, és ugye nagyon-nagyon kellemetlen, ugye ezzel a betegséggel kapcsolatban, de én hiszem, hogy a Jóisten meg fog segíteni, és ugye meg fog gyógyítani. Akkor, hogyha a valamit akart megérteni, szükséges. Tudjátok, egy kellemetlen helyzetbe kerültünk, a Jóisten kegyelméből ugye megvettünk egy sátrat, valakinek a közvetítésével, és ugye itt Magyarországon interneten keresztül vettük meg, és az illető ugye utána jött, elvitte a pénzt, a nagy részét ugye kérte, el
elfogadtam, és most, hogy a seppényt se fosztom ebben utána. Utána jött a pereskedés, és képzeljétek, hogy éveken keresztül tartott, míg ez a csodálatos ember, mert tudjátok, hogy ebben a világban a gonoszoknak van az első helyük. Hát ugye, úgy megjátszott, hogy mindent leért a nevéről, a házat, kocsit, mindent, és mire odaértek, hogy a pénzhez hozzá lehessen jutni, nem volt mihez. Hát ugye, és ez az illető, aki mondjuk ugye a saját pénzét, mert valakitől kapta valahol dolgozott, ez egy mesterember, aki nekünk dolgozik, tehát ennek a nagy összegnek a 80%-át ugye odafizette és elveszítette. És azt mondta, hogy neki ezt a pénzt vissza kell adni, és próbálj meg ugye segíteni, mert ha nem, akkor el fogja vinni a sátrat. Majd legalább a sátornak egy részét. És ugye ő mostan, anélkül, hogy megkérdezett volna, feltett az internetre, hogy eladó a sátor. Úgyhogy valaki meg akarja venni, vegye meg nekünk. Vásárolja vissza nekünk, tehát hogy ezt akarjuk elérni. És most kezdtünk egy ilyen kisebb fajta gyűjtésben, hogy hát az az összeget, ami a pénz az övé volt, tehát nem az övé, hanem a főnöké, de neki vissza kell adni, hogy ezt az összeget, hogy ezt valahol rekuperáljuk. Tehát ezt ugye nem adtuk oda, és akkor ezt oda kellene adni. Hát én köszönöm az atyának, hogy megadta ezt a lehetőséget, hogy ilyen dolgokkal jövünk ide, mindig azt mondják, hogy mikor jöztök, nem beszéltek máshoz, csak a pénz, a pénz, a pénz, a pénz. Hát családban vagyunk, ugye is nektek is szükségetek van pénz a családban, nektek is szükségünk van, és arra kérünk, hogy aki tud, hogy aki amilyen formán tud, tehát ide a sekrességbe, ha tud hozni, vagy van egy szervezetünk, egy asszociációt. Alapítvány, tehát ugye azon keresztül is ugye lehet ugye továbbítani, hogyha ilyen formában, hogy akar valaki segíteni. De mindenképpen azt mondta, hogy ha nem adjuk vissza a pénzt, akkor a tél előtt még el akarja vinni a sátort a fejünk felől. Tehát ugye természetesen, hogy a hatósághoz fordul, meg sok mindent ugye ránk akar hozni, ilyesmi, tehát nagyon-nagyon kellemetlen helyzetbe kerültünk. Úgyhogy köszönjük, hogy vagytok, és a legfontosabb az, hogy sokan vagyunk. Olyan fájdalmas volt, amikor láttam, hogy kezdünk fogyni, kevesebben lenni. Én arra kérlek benneteket a szűzanya nevében, hogy ne maradjunk el, tehát hogy nem hogy ne maradjunk el, hanem még fogjuk meg valakinek, legalább egy valakinek a kezét, és akkor még egyszer egyen lenni. Ha egy valakit meg tudnánk győzni. De ha mi is elmaradjunk, akkor van a szaporulat. Tehát ugye nagyon-nagyon fontos, hogy az engesztelő, hogy ilyen formában növekedjünk.